Tanai Guzorán Anna alkotásaiból nyílt kiállítás Örökség címmel. A névválasztás, mint mondja, tudatos választás volt. Által megismert népművészeti motivumokat össze tudom kovácsolni a Magyarország, kis Magyarország és Nagy Magyarország tájairól. Ez mindig is foglalkoztatott, és ezért tulajdonképpen ezt a munkát választottuk címadó munkának, és az egész kiállítást e köré fűztem föl. De örökségnek tekintem mindazt a hagyományt, nem csak a néphagyományt, hanem mindazt a hagyományt, azt a szellemi kultúrát, amit megörököltem. A tárlat megnyitóján köszöntőt mondott Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, és Rühl Gizella, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat ötletgazdája, a rendezvény társszervezője. A tárlatot baráti, kedves szavakkal nyitotta meg a bonyhádi polgármester, Filóné Ferenc Ibolya. Talán így is kapcsolódik a gondolatmenet a mai kiáltáshoz, pedig és a képzőművészeti kör kapcsolata, hogy ma már Tanai Guzorán Anna az, aki ezt a képzőművészeti kört vezeti Bonyhádon, ahova ő hazatért Győrből, hiszen Bonyhádi volt, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy nem csak polgármesterként jöttem erre a kiáltásra megnyitni, hanem mint volt egykor iskolatárs is, hiszen mi osztálytársak voltunk, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy Anna újra Bonyhádi lett, hogy a bonyhádi gyerekeket tanítja. Tanai Guzorán Anna, a Bonyhádi Képzőművészeti Körvezetője, a Művész Tanárok Tolnában című rendezvénysorozat részeként állította ki műveit, melyek megtekinthetőek december 4-ig a Babits Mihály Kulturális Központban.